Kedves vendégeink, nagy szeretettel engedjük meg, hogy üdvözöljük mindenkit. Nagyon örülünk, hogy ilyen szép számba összejöttek, ugyanis volt már az előttünk egy olyan kezdeményezésünk, hogy a szögöndőkkel ugye elkezdtük ilyen baráti összejöveteleket. Hát most úgy gondoltuk, hogy karácsony közeletével picit kibővítjük ezt a baráti kört. Ennek az ötlete itt ül, Farkas Dezső volt, hogyha már ilyen szép számba összejövünk, akkor miért ne lehetne egy programot is szervezni emlékeink? És ifjú Farkas Dezső, Lukovics Gabriella, Rózsa Sándor, ő is itt van körünkben, egy gyönyörű szép színvonalas előadást fognak tartani, Mészáros Marika, Négy Aranypálya díjas citerás, és párja, Rutai József. Én azt hiszem, hogy egy gyönyörű programban lesz részük. A két fiú. A két fiú is, meg a Júlia is. És üdvözöljük a szomszédot is. Tehát én nem is rabolnám az időt, inkább átadnám a programnak. Úgyhogy érezzék jól magukat, dőljönek hátra, és élvezzék ezt a kis műsort. Szeretettel köszöntök mindenkit. Amiért ez a ma délután létrejött, az a következő, és elnézést kérek, hogyha magamról beszélek. Amikor én nagyon rosszul lettem a templomba, akkor alban itt voltak azok a irgalmas szamaritánusok, akik engem akartak hazakísérni, de csak idáig jutottam innen. Akkor ők szóltak Manyika menyennek, aki nekem a jobb felem, és jött az ügyelet, jött a mentő, az ügyeletnek nem körülöttem, jött a mentő, nem akarok hosszabban beszélni róla. Tehát ők voltak azok, akik nagy szeretettel voltak irántam, ezért hálából az én kisfiam megszervezte a ma délután szeretetből, hálából maradok a hálaszónál. És hogy a hála tovább terjedjen, és ne csak az Albinék családjának, mert csak kicsikét gondolta a kisfiam, hogy csak egy kicsiket, csak egy pár ember legyen, és ő nekik hála egy kis koncerttel. Úgy gondolta Albin meg Júlia, hogy ha már így megy a hála, akkor legyen egy bőrbülékenyebb, legyen egy nagyobb, akkor ő összehívja a gazsigyár munkásait, akik ott voltak, mert ők nagyon sokat segítettek neki. A másik dolog, amiért Albin büszke apa, büszke férj, hogy ő a kisfiait tanítatja Mészáros Marikával. Mészáros Marikával, és most a kisfiúk is, meg Júlia is bemutatják az ő dolgaikat. Az én kisfiam pedig az ő dalos társai, Lukovics Gabriella, légy szíves. Lukovics Gabriella. Adjatok előre! És a hálából tovább gördülhet. Évfélig, amikor a kis Jézus megszületett, olyan apró dolgokat tudunk tenni, szaloncukrot a zsebünkbe adni az utcán ennek annak, akiknek gondolunk. Szeretettel nézni egymásra, köszönni egymásra, rámosolyogni a másikra. Nem kell nagy dolog, picike dolgok kellenek ahhoz, hogy a szeretetet ki tudjuk nyilvánítani magunkból. Tehát ez a szeretet, a hála az, ami összehozott ér bennünket, a szeretet székeim, és áldott ünnepeket kívánok mindenkinek szeretettel. Köszönöm. Arra, hogy most otthon mi marad el, mit is csináltunk volna, nem. Minden megoldódik a maga rendjében. Köszönjük szépen, érjétek! Csináltam, hogy hazamentem, másnap szétvertem egy káposztás dézsát. Azt mondták, kemény fel, hogy a citerát csinálhat, én meg is csináltam. Szétszedtem a dézsát, volt ott egy ilyen Danovia motornak ilyen bovdennyom, szétszedtem, abucsáltam húgy,
szádaszögetni, levehetem elmúlt fűrészére, minden úgy, ahogy az illet. Na hát azt akkor ezt anyám meglátta, mert a tudomány kivehette belőlem, az biztos. Úgyhogy annyi dolgom volt pontosan nekem is, semmi sűrűre, hogy mindig szaladt, amit benne húz. És akkor, na, jöjjön apám. Mi van előtt? Mit csinált ez a gyerek már? Hát azt mondja, hát kézzel, de szétvertek ápolszat, érez a csitát, hogy csitarált belőle. Hát jó, na apám, hogy gyere, segíts a fiam. Na én néztem, nem csatolt a nadrág szíjat. Na mondom, akit ezt megúsztam valahogy. Na és akkor, olajt azt mondja, hát fiam, hát miért nem szoktatott ilyet szeretni? Apám, utána felt, úgy hívták arra, húzok jönnékén, ő nyírta a birkákat arra mindenkinek. És akkor egy háznál, ő látott egy citerát. Azt mondta, fiam, odasi neki, majd veszünk káposztás dézsát, majd lesz valahogy. Elment én nekem, elhozta azt a citerát. Hát aztán én ugye utána mentem, hogy legeltetni a birkákat, minden. Ugye az egyik hónap alatt voltam, citera, a másik baja, táska, kenyér, olma, egy kis bögre, ez az, azt akkor citerázgattam. Tehát így kerültem én ide. Körülbelül emlékeznék hiába, sötét padlásorokban hallgat apám asztali citerája. Véle hallgat a ház, a nóta, és a messze néző padlás szemek, olykor a szélsír el a tető fele, jó gúlyaim még mindig föl-föl zengenek. És én hallgatom, mint mesét a gyermek, simogatom, mint őspatot a víz, nem tudok elszakadni tőle, így némán is vissza vív.
szívedet, öröm legyen, mindenedték alakulj nekem. Nincsen hétvén földes csizmám, nincsen varázs kérdegem, hogy holnapra már máshol leszünk, sajnos nem így érhetem. De ha elküldet az arcodról ez a sülét, rózsát, ítélet még vannak közöttünk, én úgy gondolom. Ha gondolja, elárulja a nevét, ha nem, akkor látják, hogy milyen fiatal. Hallgassátok szeretettel. Engedjétek meg, hogy hozzájáruljak én is ehhez ünnepséghez. Egy verset felolvasnék. Mindegy énekednek az utolsó maradványa a Dorozsmának. Karácsonyi ajtó. Emlékszem, rég volt. A bezárt ajtót hosszú estéken remegve lestem. Vártam nyílását, azonnal sok-sok felejthetetlen szép gyermeki karácsony esten. Kipirult arccal, dobogó szívvel úgy vártam, mikor fordul az árja, mikor fordul fel a titkok fája. Ó, hogy csábított minden kis ága. Rég volt. Azóta évek repültek, és messziről már int az öregség. Azt veszem észre, felnőttvén gyermek, ez már nem emlék. A karácsonyi ajtót lesem még. Ó, de már többet tudok azóta. Gazdagabb titkok hívnak és várnak. Ragyodóbb minden karácsonyfánál, amit a szem nem láthat. Országában a dicső királynak. Tudom, az ajtó egyszer kitárul, jöhetnek gondok vagy szenvedések, az most nekem erőt és nyugalmat, hogy ott az élet az ajtó mögött. Én már a küszöbén állok. Édes anyád Máriát,
ha én betlemi pásztorgyermek lennék. Ha én betlemi pásztorgyermek lennék, karácsony estén a jászolhoz mennék. Ha volna egy szerint, szép, fehér báránykám, azt is oda vinném, azt is oda szánnám. Gyorsan letérdelnék, milyen jó is volna, angyalok éneke gyönyörűen szólna. Talán egy kis angyal kezemen is fogna, megtartó Úr Jézus rám is mosolyogna. De én nem lehetek. Miért is nem lehetek betlemi nyáját őrző pásztor gyerek? Magyar földön járok. El is múlt az régen, hogy az a szép csillag ragyogott az égen. Van most csillag elég, de úgy egy se ragyog. Nem énekelnek már mennyei angyalok. Úr Jézus elébe elmegyek én mégis. 100 nap és 100 éjjel, ha mindig mennék is. 100 nap és 100 éjjel, még nem is kell járnom, oda repít engem az én imádságom. Miért megyek elébe? Megköszönni szépen a sötét világra, hogy leszállok értem. Megmondani néki, életem, halálom, már én csak ezentúl mindig őt szolgálom. Megsimogat tudom, szerető szemével, megtelik a szívem, szívem melegével. Megtartó Úr Jézus édes mosolyával, karácsony estének nagy boldogságával. Thank you.
Thank you.
Kicsi láng gyúl fel, s már is világít. Kicsi láng, csak mint emberben a hit. Kicsi láng gyúl, és add már meleget. Kicsi láng, s már is reménytek neked. Kicsi láng, s látod sok ezer évet, ott a kezdetet, amott a véget. Az örök tűz ég benne itt nekünk, a végtelennek vere üzenünk. Ő hoz el nekünk zöldlábú reményt, vágyó éjszakán piros hajnalként. A napfényével ő megegyező, mint Isten lelke, lelked lelkedző. Egyik lámpfénye a másikból éled, s nekünk hozzá kell a fényességet. Egymás lángjától nagyobb lesz a fény, egymás hitétől nagyobb a remény. Ha több gyertya gyúl, egyre több a fény, ölelve egymás boldog melegét. Nekünk küldi el, akik várjuk azt, lelkünknek sóva sötétben vigaszt. A gyertya fénye nem magának é, nem önmagának őrzi melegét. Másért fogy el, és másnak küldi szét a végtelen szép fény tizenetét.
köszönjük szépen, és a kis Jézus szeretete, amit ő hozott nekünk, ő áraszt ránk folyamatosan, legyen mindenkivel, ne csak karácsonykor, minden nap. Ezzel legyen tele a lelkünk. És amit esetleg más ellen vétkeztünk, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, azt megbocsátja nekünk, nekünk arra kell törekednünk, hogy minél több jót tehessünk embertársainknak gondolattal, szóval, cselekedettel és odafigyeléssel. Én akkor megköszönöm szépen. Kedveskedünk, és mindjárt tesszek fel. És Mészáros Marikát és Rutai Józsefet viszont a gyerekek szeretnék köszönteni, annak alkalmával ilyen gyönyörű szépen megtanították őket citerán népi magyar hangszeren játszani. Nagyon szépen köszönjük. Neked is adok azért puszát. A versma Irénkét is kérjük. Irénkének is egy virágszárját. Irénkét is a Jóisten tartsa még sokáig erőben, egészségben. De is a versmondásért. Köszönjük szépen, és jó egészséget. Tudnék annyit tennék hozzá, hogy nagyon szépen köszönöm a vendégeknek, hogy megtiszteltek bennünket, meghallgatták ezt a gyönyörű szép előadást. Most, ha még lesz ugye valami? Még a tesszük. Akkor még tartom én sor. Ez egy ilyen műsor, hogy tovább tart. Az ide. Karácsonyi látomás. Karácsonyi látomás 2009. december 23-án írtam, és most a Dodik úgy, hogy elmondom mindenkinek. Magam vagyok, és ez jó így. Bocsánat, de most nem hiányzik senki. Ez a tökéletes béke néhány percek inn és bent. Arra gondolok, hogy 50 évben mi minden belefér. A közhely szerint gyorsan telik, ez igaz is. De ha a tartalmát beletesszük egy keretbe, ami 50 hosszú, 50 széles és 50 mély, nem csak belefér minden, hanem a tér-idő keret határait erősen feszíti. Az előbb még magam voltam, de most elkezdődik valami. Teremmé táguló szoba, vendégek jönnek csendben, kopogtatás nélkül, mert ők mindig itthon vannak. Ez valami váratlan és magasztos történés. Mi ez? Csak jönnek. Mert nekik van terük, helyük ott, ahol én vagyok. Édesapámat látom, és farkastatáikat, dongatatát, dongamamát, Margitkát, Mariska nénét, és jönnek, csak jönnek. És leülnek szépen egy nagy asztal mellé a meseszobába, mesélnek arról, ami majd rám is néz majd gyermekre, apára, most élőre. Énekelnek, szántanak, vetnek, kovácsolnak, sütnek, főznek, gondoskodnak rólunk, mert az örök nyugalom nem arról szól, hogy nem csinálunk semmit, hanem amit csinálunk, nyugodtan, békében tesszük. Érzem azt, hogy jelenlétükkel üzennek, regélnek, mesélnek olyasmit, ami csak szavak nélkül érthető. Valahogy köszönni szerettem volna, egy csók, egy kézfogás járt az eszemben, de hogy jöttek, úgy el is mentek. Mert ők már olyasmit tudnak, amit itt mi megközelíteni sem vagyunk képesek. A tágas térből újra egyszerű szoba válik, az ébredés utáni valóság. Még mindig magam vagyok, de várom az enyémet. Gyertek már! Gyertek mind! Az előbb is milyen sokan elértünk itt.
De hogy hívják? Hogy hívják? Lódási Ita. De most az nagy, most az adás. Énekeljük együtt mindenki. Majd. Megből az angyal, lejtott rádunk, vászulunk, hogy Betlehemben sietve Hallod, azt mondta Mária, nem csak ő neki. Harangszól a kis falunkba, Szent Karácsony éjjel, együtt van az egész család, siess hát neki is el. Yeah.
Engem, Dudás Ilona, soron kívül, hogy ő szeretne egy, elmondani egy verset. Nem verset, inkább a gondolatát. Gondolatom. Karácsonytáján áldott békés karácsonyt kívánunk egymásnak, így az ünnepek közelettével. Elhangzott, elmondtuk, de mi van mögötte? Nézzünk magunkba. Itt állunk a karácsonyfa meghitt fényében, tele reményekkel. Érezzük-e azt, hogy béke van a szívünkben? Szeretünk-e mindenkit egyformán isteni szeretettel? A gyűlölet, a harag és a megbocsájtás, ami korlátozza a szeretetet, és nem ejte fodrot majd az ünnepünkön. Vizsgáljunk, legyen igényünk a békés szeretetre. Vegyük elő az öntetlen szót, próbálkozzunk. Ne hagyjuk, hogy a szeretet kiáradjon a szívünkből. Karácsony fénye, értelme világosítsa meg az értelmünk szemeit és a szeretet értelmét. A kis Jézus születése tegyen rendet mindannyiunk lelkében. A karácsonyi gyertyafénye, meghitt sugara, adjon világosságot minden embernek, hogy legyen érzékeny a szeretetre. Most egy Prohászka Otokárnak egy rövid versével szeretném köszönteni az embereket. Szívünket tartsuk távol a gyűlölettől, lelkünket az aggodalomtól. Éljünk egyszerűen, szeretetben, keveset várjunk és sokat adjunk. Töltse ki az életünket a szeretettel, az élet, sugározza a napfény körülöttünk a karácsony közelgő ünnepe. Felejtsd el önmagadat és gondolj másokra is majd. Tégy olyasmit, amit magadnak kívánnál. Ez a boldogság útja. Csak meg kell keresni a szeretet útját. Most pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Erre a napra írtam én ezt a kis pár sorokat. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden itt lévő embernek,
és ünnepeljünk együtt valahányan jelen pillanatban a karácsony közelettével. Köszönöm szépen! Akkor nem maradt más hátra, amit megköszönjük a kedves vendégeinknek, hogy megtiszteltek bennünket, és hogy végighallgatták ezt a szép kis műsort, amit előttünk olyan szépen elmondtak, hát ehhez már hozzáfűzni nem sokat lehet. Annyit, hogy így karácsony közelettével azt kívánom én is, hogy a szívek nyíljanak meg, úgy, hogy ez az ajtó is megnyílt önök előtt. Fogadjuk be a jót, a szépet, szeretetet, békét, az összetartást, és így menjünk át majd a következő évben. Köszönöm szépen! Most jön a beszélgetés, érezzék jól magukat, úgyhogy beszélgetünk, fogyasztunk. Ja, még valami van? Ja, igen, ezt nem mondtuk. Boldog házasság évfordulót kívántak nekünk, mivel decemberben ünnepeltük a 25. házasság évfordulót. Mindenki kiszabadult, csak így alakulni. Mindenki kiszabadult, csak így
Köszönöm.